Vegyes érzés visszatérni apa műtermébe, mert egyrészt, mint ha hazajönnék, másrészt már nagyon-nagyon rég nem lakom itt, és nagyon szép emlékeim is vannak, meg fájó emlékeim is. 21 éves koromig éltem itt anyáékkal. Nagyon ritkán jövök már ide-vissza, előre nézek a saját életem itt és mostja foglalkoztat. Van sok tervem a jövőre nézve. Apa tanárként is dolgozott, és itt a műteremben tartott hetente 2-3 alkalommal rajzszakköröket a ruházati szövetkezetnek, a RUSZÖV dolgozóinak, meg olyan fiataloknak, akik felvételiztek az akadémiára. És én is beültem sokszor ebbe a rajzszakkörbe, és apa büszkén mutogatta a körtagoknak, hogy a lánya milyen jól rajzol, milyen jól fest, és nekem meg boldogság volt, hogy az apukám milyen büszke rám. Most a tanáranám, Rédei mama, apa nagyvédén született, és a nagymamám végig népviseletben élt. Ez meg én vagyok, itt a bizonyíték, hogy állandóan rajzoltam és festettem éjjel-nappal. Muni rajzok anyaírásával, Molnár Monika rövidóval, egész életemben át bosszant ez az ékezet, mert mindig ráhúzzák hosszút. Mindenféle színes rajz. Na, és az újságcikkek. Apa Önalcki. Ja, az élet és irodalomban nagyon sokat rajzolt rendszeresen, ez például a Furulyás rólam. Ez meg az én rajzom. Esernyős. 6 éves koromban rajzoltam. Ez is megjelent, amikor még Nagy László szerkesztette az élet és irodalmat. Kiskoromban éjjel-nappal rajzoltam, ez volt a természetes állapotom. Aztán apáik elvittek engem zenét is tanulni, meg nyelvet is, és akkor ezek a területek is nagyon érdekeltek engem. Ekkora világossá vált, hogy nem apa világában folytatódik az életem. Az egységélmény megszűnt. Egy ideig még érdeklődött a dolgaim iránt, de egyre erősebben éreztem a csalódottságát, amiért nem lettem én is festőművész. Évtizedekkel később egy beszélgetés alkalmával meg is fogalmazta, mennyire sajnálja, hogy sokat ígérő gyerekkori tehetségemet nem tudtam kibontakoztatni, és bár kedves ember, jó feleség és jó anya vagyok, nem lett belőlem semmi. Ez az ítélet porig sújtott. Az, hogy pont Szigetszentmártonba költöztem a családommal, az is apának köszönhető, mert ő már évekkel korábban járt ide, mint művésztanár. Gyerekekkel kijártak a Dunapartra rajzolni, és mindig hívott minket, hogy látogassuk meg. Aztán egyszer, mikor a gyerekeim kicsik voltak, eljöttünk, meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt. Ez volt az eset Szigetszentmártonnal, ezzel a csodálatos kis ékszerdoboz faluval a Dunapartján. Ugye mondtam, hogy gyerekkoromban éjjel-nappal rajzoltam, aztán valahogy ez teljesen leblokkolódott bennem. És amikor apa meghalt 2014-ben, azon az őszön vettem egy rajzolóprogramot, és nekiültem, és én is borzasztóan megdöbbentem azon, hogy mennyi rajz gyűlemlett föl bennem az idők folyamán, és ezek a rajzok egyszerűen ömlenek belőlem, és rajzolják saját magukat. Amikor elkezdtem rajzolni, rájöttem, hogy minden a témám.
Tehát a kicsitől a nagyig, a környezetem, a családom, a fák, a fű, a pók, a csiga, teljesen mindegy, amit látok, egy ceruza, egy szemüveg, mindent le akarok rajzolni most. Időnként volt olyan érzetem, hogy apa a vállam fölött lesi, mit rajzolok, néha úgy tűnt, meglöki a kezemet, hogy másképp kanyarítsak egy-egy vonalat. A mesés valóság képei, dunaparti otthonom mesevilága. Végre ráleltem a módra, amellyel meg tudom mutatni a világnak, mi lakik a szívemben. Rajzaimmal ki tudom fejezni hálámat és csodálatomat az engem körülölelő varázslatos virág iránt. A képeimet a szívemmel rajzolom. Legkőbb vágyam, hogy a szeretet, amely rajzolás közben átjárja a lelkemet, belerezegjen a képekbe, és onnan sugározzon tovább mindazokra, akik megpillantják őket. A legnagyobb ajándék az lenne számomra, ha ezek a képek gyógyítani is tudnának. A sok lelki sérülésre balzsam lehetnének. Ha a bánatban vigaszt nyújtanának, a csüggedőnek hitet, a rohanó, kapkodó, kimerült életekbe üdítő oázisként pihenést nyújtanának, a sötétségbe pedig fényt árasztanának. Ha ez így lenne, én lennék a földkerekség legboldogabb embere, mert hozzájárulnék világunk gyógyulásához, felemelkedéséhez. Hiszem, hogy olyan a világunk, amilyenné mi magunk tesszük. Ha mindenki beleadja a saját fényét, szép és boldog világot teremtünk. A megnyitó előtt voltak álmatlan éjszakáim. Ilyen rövid idő alatt a semmiből kiállítást rendezni számomra nagyon váratlan és óriási lépés volt. Főleg azért aggódtam, szabad-e már is közönség elé vinni a műveimet. Barátnőm Oroszlán, igazi nevén dr. Gosztola Anna Mária, aki végül is megnyitotta a kiállításomat, a Szépművészeti Múzeum művészet történésze, biztatott, hogy kollégáival egyetértésben szépnek, jónak és érdemesnek találják a rajzokat arra, hogy nyilvánosság elé kerüljenek. Ez a bátorítás sorsdöntő volt számomra. A megnyitó sikere minden képzeletemet felülmúlta. Újjászületésem óta, Moni Morelli néven, apa angyalként támogat. Második kiállításom Szigetszentmártonban úgy alakult, hogy hármunk közös kiállítása lett, hiszen a főfalon Molnár József festőművész 2000-ben készült Szentmárton mozaikja, a többin pedig Moni Morelli grafikái és Sasa Müller festményei láthatóak. Nagyon csodálkoznak az ismerőseim, hogy most a képeimet látják, mert mondjuk szólt és találnak eddig ismertek, vagy fordítottam ifjúsági könyveket, azt tudták rólam, és mindenki azt mondja, hogy olyan vagyok, mint akit kicseréltek, és ezt én is igyezem. Ez a történet, ami kicsit fele más volt eddig, szomorú is, vidám is. Most már kimondhatjuk, hogy a legnagyobb boldogsággal végződik. Apa meg én egymást találtunk.